Halo. Halo pegangan. Biztos, mindenki jó. Köszönöm szépen, hogy itt maradtatok és megvártatok ebben a hidegben. Én nem fogom elkezdeni sorolni a Fidesznek a bűneit, mert akkor reggelig itt állhatnánk, az meg egy kicsit hideg van. Nem fogok beszélni a rabszolgatörvényről, arról, hogy hogyan nyomorít meg ez a törvény családokat. Én nem fogok beszélni a közigazgatási bíróságokról, arról, hogy hogyan fog rátelepedni ez a magánéletünkre. Én még arról sem fogok beszélni, hogy hogyan vágtak ki ellenzéki politikusokat a mi tévénkből, amit a mi adóforintjainkból tart fenn az állam. Én ma este másról szeretnék beszélni, mert a többiek már elmondták ezeket a dolgokat. Én ma este arról szeretnék beszélni nektek, hogy hogyan győzzük le ezt a rendszert. Ugye nektek is van olyan ismerősötök, aki most azért nincs itt köztünk, mert fél attól, hogy valamilyen retorzió éri azért, hogy itt megjelent, hogy esetleg kirúgják a munkájéről. Van ilyen ismerősötök? Veletek is előfordult már az, hogy féltetek nyilvánosan felvállalni a véleményeteket, még ha csak nem is magatok miatt, hanem azért, mert tudtátok, hogy a szeretteiteket, a családtagjaitokat esetleg meghurcolhatják a kezért. Veletek is előfordult már ez? Akkor valamit tennünk kell. És azon gondolkoztatok-e már, hogy vajon mi kell ahhoz ennek az országnak, hogy végre változás legyen? Gondolkoztatok már ezen? Rendben, akkor én megmutatom, hogy mit kell tennünk. Ehhez viszont megidézem Orbán Viktort. Viktor, gyere fel a színpadra! Lógasszunk fel, tudjuk! Nem. Nem az eredeti Orbán Viktor. Ő egy nagy Viktor, az én legjobb barátom. És most őt fogom megkérni arra, hogy egy pillanatra játsszál nekünk Orbán Viktort. Viktor, te erős gyerek vagy? Hát szerintem az vagyok úgy, hogy igen, úgy tartam magam. Rendben, akkor itt vagyok én. Nézzük meg, hogy meg tudsz engem törni. Hát lássuk! Így van! Hogy megy! Rendben! És most nézzük meg, hogy mi van akkor, hogyha összefogunk! Viktor! Meg tudsz törni mindannyiunkat? Persze, hogy meg! Hát még szép! Na mi van, Viktor? Nem megy? Nem tudsz minket megtörni, Viktor? Megtörhetek minket, de együtt legyőzhetetlenek vagyunk! Együtt legyőzhetetlenek vagyunk! És látjátok, Orbán Viktor rendszere pontosan erre a megosztásra épül, erre a megosztásra, a megosztottságra és a megosztottságon alapuló félelemre. És nekünk, mi, akik ma felsorakoztunk itt, ezért kell, hogy az összefogás és a szeretet legyen a válaszunk, az sokkal erősebb. Mondok nektek egy példát. Mi néhányan, négy napon át és négy éjszakán át tüntettünk Budapesten. És a mi tanártannánkat egyszer csak elrabolták tőlünk. És képzeljétek el, több mint 100 momentumos kerekedett fel, és indult el a főváros legtávolabbi rendőrőrsére. És 8 órán keresztül, több mint 8 órán keresztül, este 10 órától, másnap reggel 6-ig ott álltunk a mínusz 7 fokban. És képzeljétek el, hogy a lakosok ahelyett, hogy lecsesztek volna minket azért, hogy ott skandálunk, elkezdtek forró teát hozni nekünk, pokrócokat hozni nekünk, kimentek a benzinkútra és hoztak nekünk süteményt. És képzeljétek el, az történt, hogy Donát Anát reggel 6-kor kiengedték, mert a hatalom rájött arra, hogy reggelre odahozunk még több embert, és hogy együtt legyőzhetetlenek vagyunk. Együtt legyőzhetetlenek vagyunk. És nagyon szépen köszönöm tényleg mindenkinek, aki eljött ma ide. Mert én hiszek bennetek. Nem a pártokban hiszek, nem a zászlókban hiszek, hanem bennetek. Egyszerű dolgozókban, szülőkben, diákokban, nagyszülőkben, unokákban, mindannyiótokban, akik ma eljöttetek ide. És arra kérek most mindenkit, hogy gyertek egy icipicit közelebb egymáshoz, és fogjátok meg egymás kezét. Fogjátok meg egymás kezét! Azért, hogy ne az legyen most, mint ami sokszor megtörtént már, hogy hazamegyünk és nem történik semmi, hanem nézzetek egymás szemébe, és ígérjük meg egymásnak, hogy itt maradunk beszélgetni, vagy elkérjük egymás telefonszámát, bejöjjünk egymás Facebookon, és létrehozunk egy olyan közösséget, ami akkor sem fog feloszlani, hogyha hazamegyünk, mert most már nem vagyunk egyedül, és együtt legyőzhetetlenek vagyunk. Így van!
és cserébe, hogy ti ezt megígéritek nekünk, akkor mi itt a pártok és civil szervezetek képviselői megígérjük nektek, sőt nem beígérgessünk, inkább megfogadjuk. Megfogadjuk nektek azt, hogy harcolni fogunk, értetek? Harcolni fogunk az önkormányzatokban, harcolni fogunk a független sajtó megmaradt hasábjainál, harcolni fogunk az utcákon, harcolni fogunk mindenhol, harcolni fogunk Egerben, harcolni fogunk Angolnakon, harcolni fogunk 60-ban, harcolni fogunk Gyöngyösön, mindaddig, amíg lesz egyetlen egy település is Heves megyében, ahol lesznek emberek, akik félnek ettől a rendszertől. És lépésről lépésre el fogjuk takarítani ezt a rendszert, és ismét eljött a szabadság. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, mert együtt legyőzhetetlenek vagyunk. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok! Folytatjuk! Köszönjük szépen Mikó Artisnak! Ezzel a beszédeknek a végére értünk.